Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen, Mizó is augusztus 2-án. A mai napon hat még mindig Nunki csillag. Mint ahogy tegnap említettem, ez mutat nekünk egy helyet, ami számunkra megnyugtató. Nem csak megnyugtató, hanem ez a hely ad nekünk erőt is. A mai napon lesz egy meglepetés, de előfordulhat, hogy ez a meglepetés kellemetlen lesz számunkra. Ezt egy nap és egy Uranusz kvadrát kapcsolat vált ki. Uranusz hatása alatt gyakran változások is vannak, mint például egy költözés. De ezt most indítani nem jó, mert minden olyan átláthatatlan, vagy vannak még nehézségek. A férfiak úgy érzik, hogy minden olyan igazságtalanság, vagy van nekik egy jogi ügyük, ez sem halad előre, ezt váltja ki a Mars és egy visszatekintő Jupiter kvadrát verbindung. Mars az nem csak a férfiakat szimbolizálja, hanem az erőt is, és így kihat ránk hölgyekre is. Mi ezt úgy éljük át a mai napon, hogy fáradtak vagyunk, kimerültek, döntéseknél sem egyszerű, mert nem tudjuk, hogy melyik irányba érdemes az erőnket fordítani. Melyik irány az, ami számunkra előnyös, mert minden olyan átláthatatlan. Visszatérve a férfiakra, ők a következő napokban és hetekben beszélni fognak az érzelmekről. Ez nagyon jó és kellemes, viszont előfordulhat, hogy túl érzékenyen reagálnak, és hamar megsértődnek. Erre mi hölgyek oda kell, hogy figyeljünk. Ami még fontos a mai napon, a hold az Uttara Sada holdházban található. Ez azt közli velünk, hogy legyenek céljaink, magas céljaink, és legyünk magabiztosak. Mert most kell, hogy mások észrevegyenek bennünket, vagy dicséretet kapjunk. Most mi kell, hogy álljunk a középpontban. És ezzel a magabiztos tartással. Ez volt a mai felvételem, Mizó is, augusztus 2-án. Köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra! És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!